Dover McCreary előadásait? Akkor mindenképpen kövess be engem a Trovo csatornámon, hogy semmiféleképpen ne maradj le a közelgő élő eseményekről. Használata és átláthatósága rengeteg új funkcióval vár téged is ez az új streaming platform. Trovo applikációja lehetővé teszi, hogy mindenhol nézhess kedvenc streameredet, bárhol a világon. Tehát ha valóban szereted Dover McCreary előadásait, regisztrálj, töltsd le a mobilodra, és ott találkozunk. Linkek a leírásba, és kövess be a másodlagos YouTube csatornánkon, ahol a Trovo élőadásokat tudod majd visszanézni, ha esetleg lemaradtál róla. Csatorna linkeket megtalálod minden videóm leírásában. Üdvözlök nagyon-nagyon sok szeretettel mindenkit, az én nevem Dover McCreary, és ez egy újabb World of Tanks-es videó lesz, ugyanis a Wargaming ismételten megkeresett. Ugye a World of Tanks-ben nagyon rossz vagyok, viszont a World of Warship már egészen jól megy, srácok, úgyhogy most mindenképpen megpróbáljuk a World of Tanks-et is, és még egyszer köszönöm szépen a Wargamingnek a megkeresést, hogy újra játszatok a játékukkal, és egy újra jobban megismerhetem esetleg a tankokat, és ne feledjük el, hogy ezúttal is érkeztem nektek sok jósággal és ajándékokkal, hogyha most regisztrálsz a játékra, akkor előnyökre tehet szert. Minden linket megtalálsz a leírásban. Hogyha te is úgy gondolod, szereted a tankos játékokat és ki szeretnéd próbálni, akkor mindenképpen ezt a linket használd, mert ezzel előnyre juthatsz, pontokat és tankokat is kaphatsz, link a leírásban. És hát ugye beszéltük az előző videóban még régebben, hogy hát Over, olyan sokszor meghalsz a World of Tanks játékban, hogy legyen valami kihívás alapja is ennek a dolognak, de erről a kihívásról már is beszélek. Ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus ezzel a játékkal kapcsolatban az az, hogy a pályák, ugye a második világháború jellegzetes helyszíneit vagy hát eléggé fontos helyszíneket mutat be a játék. Például ott van a D-Day, ugye a partaszállás, az egyik kedvenc mapom. Ugye mindenféle tank megtalálható a játékban, mindenféle nemzetiségtől, híres tigris tanktól kezdve bármi. Úgyhogy az ember meg tudja találni a játékban a kedvenc tankját. Nekem még kifejezetten nincs kedvenc tankom, de hogyha tudtok nekem ajánlani a comment szekcióba, azt megköszönöm. És ha esetleg szeretnél regisztrálni és új játékosként használod a Tankmania kódot, akkor bizonyos kontenteket kaphatsz előnyre. British Premium Heavy Tankot, ami a TR5-ös verziójában van, 250k kreditet, 7 napos prémium előfizetést és 3 prémium tankot is kaphatsz, ami TR6-os verzióban található. Ezekkel a nagy hatalmas tankcsatától fogom most tolni ezt a játékot, és 14.1-es verzióval fogom játszani a játékot, és hogy milyen kihívásra gondoltam, hát ugye mondtátok, hogy legyen valami kihívása, mert hogy olyan sokszor meghalok. Tehát én vettem egy kút a kezembe, itt van az Owen McCandish bögrém természetesen, mert én ugye abból szoktam inni, hát most miért ne innék, és én ezt a kút most ide bele fogom önteni, és minden egyes, rám csöppent, minden egyes halálnál inni fogok egy korkubut. De ez már alapban egy kicsit olyan keserű. De ezt én még megspékelem egy kis citromlével. Szóval igen, nagyon citromleves kubut fogok inni minden egyes meghalásnál, hogy legyen valami motivációm, hogy ne halljak meg. Ó, oh yes, itt vagyunk Berlinben! Ó, oh, Berlinben vagyunk túl! Erről van szó, és nem nagyon szeretnék hinni ebből, megmondom őszintén, mert nagyon-nagyon savanyú, és hát azért annyira savanyú dolgokat nem bírom. Hú, de hangosak a meszkó! Szerintetek is hangos? Jó, menjetek csak nyugodtan, addig én leviszem a hangerőt egy kicsit. Jézusom, mindent lentem kell mennem. Gyorsan, azaz zene a csatában, így jó lesz. Elindulok! Meg a többiekkel. Szóval minden egyes halánál innom kell ebből a nagyon citromleves kububól. Nagyon sokat tettem bele, ráadó 100%-os citromli, szóval ebből már egy kevés is eléggé érezhető. De Péter, most megtöltöttem, a színe is teljesen megváltozott. És itt vagyunk Berlinben. Azért az mekkora, már itt vagyunk a farkasnak, a farkasok úgymond odujában. És közben mennek itt a milyen jó már egyébként, közben repülőgépek is mennek meg ilyesmi. Hú, az aztán gyors. Na mindegy, én egy kicsit hátulról maradok. Hogyan is tudok én lőni? Aha. Én nagyon adom ezt a World of Tanks-et, csak nagyon béna vagyok benne. Az volt eddig a baj, hogy akárszor megkeresett engem a Wargaming, mindig béna voltam benne, nem tudom a spotokat. És csak ott. Ja, az velem van, érted? Na, telibe lőttem a csapattársamat, remélem azért nem kapott semmit. Bocs, tess, megyek. Szóval itt amúgy érdemes tudni a pályákon a spotokat. Mármint úgy értem, hogy hogy hogyan kell neked úgymond tankkal helyezkedni. Hát
szerintem én egy kicsit amúgy lassabb tank vagyok, így úgy arra tudok gondolni, hogy... Aha, ott van. Bro. Majd én hátulról segítek. Szerintem telibe lőttem a csapattársamat szerintem, tehát annyira béna vagyok. Várjál. Akkor betöltjük ezt. Ha de várjál, én nem látom belőle semmit, dude, várjál. Nem tudok lőni. Kaptam, de miért voltam ilyen buta? Úristen, kaptam egyet. De csak meghalásnál. Ne, rám jön. Nem tudok lőni. Meg kell várni, hogy betöltsenek, aha. Oké. Okay. Nice. Most ott van velünk szemben a pénz, egy gunfire boy. Bro, várjál. Kapott valamennyit? Hát nem túl sokat, nem, mert 2500 HP-m van. Azt nem tudom, hogy mit kellene nekem lőnöm. Mi lenne az érdemes? Most betöltjük a másikat. Itt van velem előttem a T110-es. Várjál, jövök én is lőni egyet, csak én nem töltöttél be a cuccomat. Az a baj, hogy nem tudom, hogy minden... Ah, God! Kilőtték a talpamat! Én kaptam a kritikális hitet! Oh, no. No. Boy, nem lesz jó! Boy! Hát ezt nem hiszem el! Meg fog tőletek halni? Mi mellé lőtt? Ez hogy lehet? A másikat itt kilőtték a progetót. Oké. Okay. Meg kell próbálnom. Au! Megölöm, meg fogom ölni, csak gyerek, én nem mersz kijönni! Oh! Közben ott is öl egy! Nem, meg fog dőlni, nem akarok hinni! Ne! Na, egy nagy kortyot! Önk a császár birodalmának a pályáján! Ott a nagy fal is! Ennyi a szőszfényben, nagy fal, én ez most egy ilyen tankot hoztam, magadtam, szerintem ez amerikai tank, nem vagyok benne biztos. Nagyon jó tankok vannak, csak az a baj, hát ugye meg kell ismerned a tankoknak a képességét. Na hát ez egy kicsit gyorsabb, mint az előző, akkor nyilván, hát csak 1700 HP-nk van. Tehát gondolom minden tanknak van egy előnye és hátránya, ez magától értetődik. Elég nagy mapról van szó, kérlek szépen, és itt átmenjük a kínai nagyfalnál, nézd meg. Szóval ilyen, ezért szeretem egyébként ebben a játékban ezeket a pályákat, mert ilyen nevezetességekkel is lehet találkozni. Például a kínai nagyfal. Tehát ez azért ez nem semmi, hogy ezek így megvannak. De követem a többieket, és azért is követem a többieket, mert abban bízok, hogy ők azért értik a dolgokat. Az igazság. Ők nyilván jobban játszanak, mint én, ez egyértelmű, de én is szeretnék egyszer jó játékos lenni, mindenféleképpen. Csak az a baj, ezt az akuntat ugye nem tarthatom meg. Tehát, hogy ezt csak a bemutatás céljából kaptam. Opa, ott már van valaki, ilyen messziről is tudok lőni, ahogy van. Szerintem amúgy simán. Ott amúgy jelző, hogy hova lövök egyébként. Szóval nekem ilyen segítőm. Segítségem. Ha ott van már. Opa, figyelj, most fog kijönni, ellövöm. Léci, dugd ki az orra, gyere. Gyere, nem mered. Azt és én kaptam egyet! Ne már! Jézusom! De Léci, nem akarok meghalni! Léci, ne! Én visszamegyek, nem? Nem akarok inni. Nem, én ezt nem akarom. Ait. Jó, azt kilőtték, de honnan lő az ellenfél? Valonnan máshol van egy tank, csak azt nem vettem. Valakitől csak kapok! Oh my god, onnan! Onnan! Igen! Úristen, mindjárt szétlőnek engem el. Ne! Ne már! Na jó. Szóval én rossz pozícióban voltam. Akárcsak a carfutur. Egy jó pozícióban van. Nagyon sokat nem teszek hozzá a játékhoz, én ezt megértem. De jöhet a következő játék. Én azt mondom, jöjjön a következő játék. Ez is milyen jól néz már ki amúgy, tök jó. Tehát a pályák azok nálam bestek. Igazság szerint nekem csak annyi a bajom ezen a játék, hogy nincsen sikereménye, mert nagyon béna vagyok. De kértem tőletek, hogy segítsetek nekem megtanulni ezzel játszani. Mert annó amúgy, amik volt ilyen ságokazettás Nintendo, nem tudom, hogy közületek valakinek megvan-e még az a konzol. Yeah, ezzel nem egy! Tehát én nagyon szerettem tankozni. Atya úristen, megyünk! Elindult a hadsereg.
Miért laggolok? Lagolási? Tök mindegy, mert úgyis hinnom kell majd, ha lagolok, szóval teljesen mindegy. Na, követem a többieket. Én azt mondom. Követési? 4K-ba toltam a Gamescót, jól lagoltam, te jó Isten! Szóval, hogy így... Na most már nem, most már minden sír. Oké, és na nézzük, hogy mi lesz itt a dolog. Valakit amúgy csak ki kéne lőnöm, legalább egy ember. Az a baj, nem tudom, hogy merre kéne menni. Tehát nem mindenkit lehet amúgy látni, hogy először ugye észre kell venni az ellenfelet. Azért itt vannak olyan területek. Nézd, ott egy hatost, várjál. Azt hagy lőjem el? Nem érdekel, ha beledöglök. Jaj, ne! Bro! Bro, én csak azt ki akartam lőni, de túl greedy vagyok. Túl greedy vagyok, ide bújtam. Oké, hallod, így is kaptam, amúgy 1400 HP-n van. Oh God! Ne! Gyábították a legénységemet. Jó, nyomok egy ötöst. A legénységem! Jó, megyek ide vissza. Igen, valami másra kéne rámenni. Az a baj, hogy... Aha. Azért adtam neki 260-at. De ő konkrétan... Jaj, bocsi! Bocs, tesó, nem akartam. Volt, ott burkál. Oké. Bocsánat, ne nézz rám így! Rámúzta a csőt, mindjárt segbe lő. Ebből megint évász lesz amúgy szerintem. Majd most gyere csak, gyere bro! Gyere ki, gyere bro, gyere mutasd meg mit tudsz bro. Hol van, az előbb ott volt? Az előbb ott volt, tesó, ne! Tesomsz! De még élsz? Jó van, élsz. Jönnek, ó, ne, kapom! Kapom a hátba! Ne, megint ebből megrívás lesz, érted? De legalább egy tankot hagy lőjek ki, könyörgöm, csak egyet! Fel lehet menni? Ja, csak nem célszerű, igaz? Jó, elmegyek, aztán segítem ezt a területet, ne lőjetek hátba, jó van, oké. Hát egyelőre vezetünk egy tankkal, de hát azt tudod mennyit ér? Na, főleg majd mindjárt én... Várjál, aha, van egy, ott volt. Nem, nincs. Ha ott is ott van, aha, majd ezt. Nem lőttem meg senkit, valószínűleg belelőttem a kavicsba. Ott van valaki. De ő meg átlőtt engem! De ezt nem hiszem el! Velem nincs a természet, velem semmi nincs. Nagy bajban vagyunk, vajon mi lenne, hogyha megpróbálom egy... Nem tudom magam esetleg gyógyítani, vagy valamit úgy nagyjából összehozni, hogy jó legyen. Ott is van egy 81-es turt le. Baj, hogy egyelőre jó, majd 4-3-ra vagyunk, hát nagyon kevés a HP-m. Szerintem kapok egy erőzőt és megint iszok. Meg kéne válni a többieket. Jövök, tess! Jó, azt megöltük, aha, ott van. Ne ölj meg! Bemértek, ez azt jelenti, amúgy ilyenkor? Aha, ott volt! Ott volt, ott van mögötte! Megvárom, amíg kijön nagyba. Na, nem mersz? Eltűnt? Nem, ott van. Kapott, kritikus! Engem ne, vagy már... Már megint! Végig marja a torkomat. De ezt érdemlem, érted? Ezt érdemlem, de ez csak meg 9-7 az állás. Csak megnyerjük. Nyilván ettől nem lesz semmi gondja senkinek sem, szóval ez nem ilyen nagyon veszélyes. Csak nem kellemes. Hát ez nagyon nem. Na, 10-7, ezt meg fogjuk amúgy nyerni szerintem. Na nézzük, hogy milyen tankok vannak itt. És elindult a zene. 32%-os életereje van. Megfigyelő mód, nézzük, hogy valaki más. Aha, ott most már be fogják szorítani a VK-t. Opá, kapott, de mellélőtt, láncszem. Nézzük valaki más. Ú, most már rámennek. Izomból, most már nincs menekvés. Lepattanó. Oké, itt most már elkapjátok. És... Rájtsz, ráborít a tapacá! Ennyi volt. De akkor még egy tank van még. Hopp, ott volt valami akció. Aha, ott van fent. Ott van fent, bro, kapd el!
ott bújik, de Burning Squash jön már. Hát azt kapta, azt sem fogják kapni, szóval. Hát nem, hol van Burning Squash-t keresem. Ez sem ő. Ez sem ő. Löveljön, itt jönnek a többiek, egymás mellett. Hú, hát azért még valaki lőtt belé. Itt van Burning Squash. Ah, ott van az ellenfél tank. Az van még hátra, az Extreme Fizzy LP, az ajaj. Kicsit durvának tűnik ez a tank. Ami most vele szemben vagy, Burning Squash, vigyázz! Iii, nice! Áááá, és kész! 23 HP-val túlélte. Az kemény, győzelem. Hát ez sem rajtam múlt, az is fix. Jó, valakit megsebeztem, jó? Valakit megsebeztem. Azért könyörgöm, azért valakit megsebeztem. Azért én innen, figyelj most őszintén, tehát hogy azért sebeztem. Tehát hogy innentől kezdve én freaky vagyok, az nem lényeg. Azért, hogy én sebeztem valakit, és csak ez a fontos. Csak ez a fontos, srácok. Éva, győzelem, nagyon jó, sokoldalú közepes tank, hát ez tökéletes, és kaptam se szét. De hát ugye nekem meg kell javítanom a dolgokat, hogy nyilván ez sem ingyen van, de hát Péter ugye el van látva itt mindennel, hogy nekem egyszerű legyen. Én nem akarok ebben inni többet, srácok, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. A linket ne felejtsétek el használni, hogyha kedvetek támad World of Tanks-ezni, mert akkor erőre jutok, mindenféleképpen használjátok a linket a leírásban, muszáj, mert akkor kaptok ilyen, hát nem nulláról kezditek a játékot. Úgyhogy jó játékot, és várom az építő jellegű segítségeket a játékkal kapcsolatban, mert alapjában, mivel nekem nagyon tetszik a tankos játék, csak nagyon béna vagyok benne. De biztos vagyok benne, hogy nektek is kell, vagy ti sem úgy kezdtétek a játékot, hogy minden tudtok előre, szóval szeretnék valakit megkérni arra, hogy segítsen nekem ebbe a játékba kapcsolatban. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk legközelebb, én Owen McCarry voltam, és sziasztok!